Május 15-én szombaton nehéz erőpróba vár a mezőnyre. A Balassagyarmati rajt után a mezőny észak felől érkezik a Mátra felé. Akár csak tavaly a Kékestetőre vezető emelkedőn az első körben csak Mátraházáig tekernek fel a versenyzők, majd egy 70 kilométeres kör végén ismét hazánk legmagasabb csúcsa felé indulnak, s 984 méteres magasságban érnek célba. A Balassagyarmat és Gyöngyös Kékestető közötti 204 kilométeres szakaszon több mint 3000 méternyi szintemelkedés leküzdése vár a kerékpárosokra, akik három gyorsasági és két hegyi hajrá során gyűjthetnek pontokat.